idők terén mi ránk nehezült, és oly sokat kér. Az már nem divat, hogy te és én, mert láthatod, hogy a távolság itt áll. Ez elrepíthet minket már, hogy az istökös a világűrben száll. Chris Rudolf életében most minden a helyén van. 2 éve volt egy 3 milliós videóklipje, tavaly volt egy jó kis 6 milliós videóklipje az Akauszalta, és idén is most már megjelentetett még itt évelén egy videóklipet, ami már több mint 100 000 megtekintésnél jár. Köszöntöm itt nálunk Chris Rudolfot. Sziasztok, ezt is köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Szép idő van, jó idő van, úgyhogy remélem, hogy tényleg csak jó dolgokról tudok nektek beszámolni. Túl a csend alamán, az idők terén, mi rád nehezült, és oly sokat kér. Az már nem divat, hogy te és én, mert láthatod, hogy a távolság itt áll. Ez elrepíthet minket már, hogy az istökös a világűrben száll. Hát, ugye nagyon sokan tudják, hogy így a 90-es évek végétől 2007-8-ig az éneken nagyon sikeres időszak volt itthon. Majd ezt követte egy körülbelül 7 éves hajózás, ahol szintén zenéltem csak mint bárzongorista. Nagyon nagy tapasztalat volt, nagyon nagy önismerés volt számomra ez az egész. Nagyon nagy élmény volt, rengeteget tanultam. Csak úgy éreztem egy idő után, hogy már hiányzik az itthoni közeg, a színpad. És akkor elkészült 2 évvel ezelőtt a Kimentünk a divatból című dal, aminek köszönhetően gyakorlatilag a mai napig rengeteg fellépésem van, tehát teljesen tele volt a tavalyi nyaram is, illetve az idei. Ami egy picit olyan önironikusnak hangzik ez a cím, hogy Kimentünk a divatból, de ez inkább egy kapcsolatról szól, hogy te meg én, az nem annyira működik többé. És gyakorlatilag ennek köszönhetően úgy érzem, hogy megint így visszarobbantam így a hazai pop vérkeringésbe. Volt egy ilyen fellépés, ahol találkoztam az Ákás fiúkkal, és akkor ugye a fellépés után beszélgettünk, és akkor kitaláltuk, hogy mi nem csinálunk valami közös produkciót, és akkor elkészült az Elfáradtam dal, ami gyakorlatilag tényleg gyakorlatilag arról szól, hogy mindegy, hogy az ember mit csinál, mindig megkapja a hideget, meleget. Ettől függetlenül, amit kitűzünk magunk elé célt, azt végig kell vinni és csinálni kell. Gyakorlatilag erről szól ez a dal is, hogy teljesen mindegy, hogy kinek a szemébe vagyok, akár példakép, vagy esetleg, vagy a szöveg is említi, hogy példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy, a fontos az én kép. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk elérni az életbe, tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, és azt vigyük véghez. Tehát, hogyha valaki valamiben jó, akkor nem szabad a kritikákra hallgatni, hanem csak csinálni kell, és az akkor az be fog érni, és meg fogja találni a helyét. Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa, vagy szánalom lennék, nekem mindegy, a fontos az én kép. Néha zaj tör a csendbe, és könnyek a szembe, de így van a helyén. Az Instagram követői mindenképpen kérték, hogy kérdezzem meg, hogy mi a véleményed az AK26-os rácokról, hogy kompletten, teljesen más stílus, amit képviseltek, ti, ők is, meg te is, hogy mi a véleményed róluk? Az AK-sra nagyon jó testvérek, tehát az, ha valaki közelebbről nem ismerik egymást, nem véletlenül olyan sikeresek, tehát ők egy nagyon jó testvérpár, hihetetlen jó szövegíró készséggel, szerintem nagyon jó megjelenéssel, nagyon tudják azt, hogy mi a zenei világ, amit ma hozni kell, hogy mik a trendek. És tényleg úgy érzem, hogy nem is az, hogy követik, hanem talán most már tudják is diktálni a srácok, úgyhogy én nagyon drukkolok nekik, hogy a jövőben is továbbra is ilyen sikeresek tudjanak maradni. Az is elképzelhető, hogy még lesznek majd közös dalok is. Ettől függetlenül ez a fúzionálás, ez egy ilyen tényleg teljesen más világból jöttem én is, ők is. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó találkozás volt. Nem véletlenek ezek a magas számok a YouTube csatornán. De egyébként megmondom, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egymásra találtunk, mert
általuk egy teljesen új fiatal generációval ismertettem meg magam, akik előtte nem ismertek. Ugye egyébként tök érdekes, hogy én azért most már a 40-hez közel vagyok, 37 éves leszek most szeptemberben, és akik velem együtt nőttek föl, azoknak most már 15-16-18 éves gyermekeik vannak, akik szint ugyanúgy ezeken az új dalaimon nőnek föl, mint a Kimentünk a divatból, vagy az Ego című dal. Tehát ugye én azért járok mostanában rengeteg koncertre, és azt látom, hogy a tizenévesek is azt éneklik, hogy az már nem divat, hogy te és én, és ez hihetetlen jó érzés, hogy egy új generáció tud felnőni ezeken az új dalokon. Tehát ennél nagyobb elismerés nem lehet egy előadónak. Azt hiszitek, nekem az életem arany, amennyit én beleteszek, a felét se kaptam. Vannak velem ezrek, tőlük kapok erőre, ha újra belekezdek. Elvárod, hogy tökéletes legyek, pedig ezek nélkül másztam meg a hegyet. Sokat fújnak itt a szelek, ahonnan jövök, onnan lehoztam az eget. Amit bele tudok, mindent beleadok, nem mutatom, pedig néha gyenge vagyok. Második éve ugyanaz a zenei producerem. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy zene elkészítése azért a több szegmensből áll, több aspektusa van. Tehát én vagyok maga a zeneszerző, aki úgy néz ki, hogy 100 zongorán otthon kitalálja az énekdallamot harmóniákra építve. Hát ezért úgymond ilyen klasszikus zeneszerzési forma, amit én csinálok, hogy harmóniákra találom ki az énekdallamot. Majd ezt követően jön a szöveg, amit az elmúlt két évben a párom csinált, és van egy zenei producerem, a Pacsai Márk, aki egy hihetetlen tehetséges hangszerelő srác, és nem csak hangszerelő, hanem nagyon jó videoklip készítő is, hiszen ő csinálja nekem a videoklipjeimet, ami nagyon jó páros vagyunk, mert azért egy-egy ilyen munka rengeteg kompromisszummal jár, és mindig megtaláljuk a közös hangnemet. Ez az Ego dal, ez picit arról szól, amit manapság érzek, hogy picit úgy érzem, hogy felnőtt fejjel is még meg akarom élni azokat a gyerekes vágyaimat, amitől nem akarok elszakadni, hogy igenis minden pillanatot megéljek, úgy éljek, mint egy gyerek, és ha akármilyen félre tudjam rakni a fontos dolgokat, és meg tudjam élni azokat a pillanatokat, ami igazán fontos az életben, és erről szól ez az Ego dal. Villámok közt is táncoltál, és szabadabbnak látszottál. Mondom, nincs semmi bajom, nézd el, ha hülye vagyok. Vannak napok, amikor én csak mást akarok. Most is a pillanatnak lenni, ahogy egy gyerek él. Na, kimentünk a divatból, meg az Ego is egy kicsit ilyen elektronikus zene. Hogyan jött ez a stílus egyébként? Hogy miért pont ezt a zenei stílust vetted most fel, úgymond? Az a helyzet, hogy ahogy én is változom, az elmúlt most már 20 évről beszélhetünk, úgy a közönségem is változik, és nem is azt mondom, hogy haladnom kell a korral, mert egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy én semmiféleképpen nem csinálnék már olyat, amit régen csináltam. Tehát én abszolút ez a vonal, amit most csinálok, ez vagyok én. Tehát, hogy én nagyon, nagyon, nagyon szeretem ezt az elektronikusabb zenei világot. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van jövője. Be lehetne most merülni. Akik ismernek a szakmába, vagy akik ugye magánéletben, azok tudják, hogy zeneileg az elég sokrétű vagyok. Tehát a hajón klasszikus jazz játszom, de azt gondolom, hogy ma a popzenében ennek a fajta stílusú zenének van a legnagyobb közönsége. És azért ezt figyelembe kell venni, tehát hogyha valaki ebből meg szeretne élni, és most ezt nem akarom kiegyezni, hogy csak azért csinálok ilyen zenét, mert hogy most ez a trend. Nem, én azt gondolom, hogy fejlődni kell a zenének, és mindig a közönség határozza meg azt, hogy mi a trendi. Tehát amit sokan hallgatnak, nyilván azt szeretik. Tehát ha most itt komoly zenével szeretnék foglalkozni, Ha azt látnám, hogy arra van igény, akkor nyilván abba az irányba mennék el, de azt gondolom, hogy mi a fontos, az, hogy az emberek jól érezzék magukat, bulizzanak egy koncerten, és gyakorlatilag ezeket az igényeket kell kielégíteni, és hogy az emberek jól érezzék magukat egy buliba, akárha kell, az egy mulatos műfaj legyen, tehát nem szabad ebből presztízs kérdést csinálni, hogy én most azért nem csinálok ilyen zenét, mert hogy az most hát ciki vagy nem ciki. Azt gondolom, hogy az a vonal, amit én viszek, az közel sem
tehát hogy az még mindig mai dolog is, trendi is tud lenni, de azért megmarad igényesnek, és ezt az utat kell megtalálni. Tehát én azért nagyon mulatos műfajban nem szeretnék elmenni, és abszolút nem ítélem el, aki ezzel foglalkozik, mert azt gondolom, hogy Magyarországon annak van a legnagyobb rétege, és ezzel nincs is semmi baj, amire jól érzik magukat az emberek, nyilván olyan zenéket hallgatnak, és ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni. Én azt gondolom, hogy most megtaláltam a helyemet ebben a zenei stílusban. Mondom, nincs semmi bajom. Nézd el, ha hülye vagyok, vannak napok, amikor épp csak mást akarok. Most is a pillanatnak lenni, ahogy egy gyerek él. Manapság azért annyira vannak ezek a különféle videó megosztó portálok, illetve iTunes, Spotify, Deezer, tehát ezen folyamatosan elérhető vagyok, hogy most kézenfogható lemez formájában, hogy szeretnék-e albumot csinálni, nem tudom, elképzelhető, nem tartom kizártnak, de egyelőre nem ebben gondolkozom. Mindig koncentrálok egy dalra, arra csinálok egy jó videoklipet. Hogyha megnézitek például az Ego című dalnak a videoklipét, abban például rengeteg utómunka van. Nagyon nagy színezési munkák voltak benne, hogy az olyan legyen, amilyen. Bár egy image klip az egész, ettől függetlenül nagy munka van benne. Mondom, a terv az, hogy mindig elkészíteni egy dalt. A terv egyébként nekem az lenne a lényeg, hogy két havonta ki tudjak jönni egy új videoklippel. És hogy igenis minél több fiatal megismerjen, ugyanúgy a 15-től a 23 éves korig, vagy a egészen picikig. Egyébként írogatnak, tehát 10 évesek is, hogy ők már a harmadik generáció, meg hogy az anyukájának voltam a nagy szerelme, de hogy őszinte legyen, neki most én vagyok a nagy szerelme, és ezek olyan jó érzés ezt így olvasni, tehát hogy hihetetlenül hálás vagyok komolyan. Sok sikert kívánok ez új image-hez mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Remélem, hogy találkozunk. Sziasztok!